Tudjuk, hogy a fenntartható fejlődés nem képzelhető el fenntartható urbanizáció nélkül. A fenntartható urbanizáció nem lehetséges a múltból örökölt városi szövet jelentős mértékű, tudatos, tervszerű átalakítása nélkül. Továbbá nem lehetséges a fenntartható urbanizáció kihívásainak megválaszolását szolgáló tervszerű településfejlesztés nélkül. Európában és Magyarországon is megszületett a politikai felismerés, hogy a gazdasági szempontból fenntartható fejlődés érdekében vissza kell fordítani az ipari termelés nagymértékű visszaesésének folyamatát, és jelentős mértékű iparosodás szükséges. Ez a kormányzat modern városok programjának is integráns részévé vált. Az újraiparosítási politika sikeres megvalósításához az szükséges, hogy a világpiacon versenyképes ipari termelési tevékenységet folytató vállalkozások új ipari létesítményeket hozzanak létre településeinken. Úgy gondoljuk, hogy ennek két urbanizációs feltétele van. Az egyik az, hogy a befektető megfelelő áron meg tudjon vásárolni egy olyan építési telket, amely műszaki, fizikai és építési jogi szempontból egyaránt maradéktalanul alkalmas arra, hogy megépítse saját befektetési elképzeléseinek megfelelő ipari létesítményt, és tartósan üzemeltetni tudja azt. A megfelelő építési telek biztosítása a települési önkormányzat feladata. Más nem teszi meg helyette. A másik előfeltétel a befektetéshez szükséges urbanizációs háttér biztosítása. Mindkét említett előfeltétel kielégítése a városi szövet tudatos és tervszerű átalakítását igényli. Itt jelzem, hogy az első feltétel teljesítésére jelentős lépéseket teszünk jelen projekt keretében a kistérségi gazdaságfejlesztési modell megalkotásával, és a befektetés támogatási információs rendszer létrehozásával, amely az érintett települések ingatlan befektetési portfóliójára támaszkodik. A második előfeltétel teljesítése a megfelelő urbanizációs háttér biztosítása érdekében az elmúlt időszakban számos, jelentős fejlesztés zajlott le, illetve van folyamatban Török Bálinton. Itt elegendő, ha csak az új városháza felépítésére és környezetének átalakítására utalok. A partner települések is jelentős lépéseket tettek ezen a területen. A jelenlegi gazdasági periódusban az elért eredményekre támaszkodva lehet eredményesen felkészülni a mostani EU költségvetési ciklus lezárására, azaz a 2020 utáni időszakra, amikor nehezedő támogatási feltételekkel a pénzügyi megtérülési és életképességi szempontok számottevő erősödésével és a visszatérintendő támogatások rendszerére történő áttérésével célszerű számolni. A településfejlesztésbe csatornázott támogatások visszatérítését csak életképes tervezetek megvalósítására lehet alapozni. Abban bízunk, hogy a projekt keretében megszülető tervek, stratégiák ilyenek lesznek. Mint említettem, a projekt partneri együttműködésben valósul meg. Az együttműködés a helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása mellett az önkormányzati munka hatékonyságának növelésére, humán erőforrás fejlesztésére és tudás transferre terjed ki. Fő partnerek: Diósd, Pusztazámor, Soskút és Tárnok települések önkormányzata, Telenor Magyarország ZRT, Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hunagi Magyar Térinformatikai Társaság, Lillehammer Város Egyeteme és önkormányzata. Szeretném azt elérni, hogy még szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a lillehammeri önkormányzattal. Mi erre nyitottak vagyunk most is és a jövőben is, és reméljük, hogy
hogy hasznos dolgokat fogunk elérni mi majd a jövőben is közösen. Hogy látják Norvégiából, hogyan tudja Török Bálint ezt a pályázati lehetőséget minél jobban kiaknázni, hogyan tud a kistérség leginkább fejlődni? A legfontosabb, hogy az önkormányzat felmérje önmagát, a saját lehetőségeit, megtalálja azt, hogy miben jó és miben lehet még jobb. Beszéljünk egy kicsit a Lillehammer tapasztalatairól. Ők hogyan tudták a mostani fejlettségi szintet elérni? Hogyan teremtettek vonzó környezetet a vállalkozásoknak, a lakosságnak, hiszen a vállalkozás szempontjából a munkaerő is egy nagyon fontos kérdés. Először is mi is felmértük azt, hogy miben vagyunk jók, mik a lehetőségeink. Lillehammerben 8 hónapig esik a hó, 8 hónapig van havunk. Erre alapoztuk a mi stratégiánkat. És a másik nagyon fontos dolog, hogy az együttműködéseket megragadtuk. A körülöttünk levő önkormányzatokkal együttműködünk, és mindent próbálunk velük együtt megvalósítani. Mik a benyomásai Török Bálintról? Mi az, amire érdemes lehet építeni a jövőben? Ez még egy kicsit korai kérdés számomra, mert csak tegnap érkeztem, de mindenképpen, ahogy említettem, fel kell mérni azt, hogy miben jó Török Bálint. Lehet ez akár ipari, vagy természet, tehát mi az, amiben jók vagyunk, mi az, amivel rendelkezünk, és miben tudunk jobbak lenni, és ez fontos ugyanezt megtenni a térség, a önkormányzat, illetve a egész akár a megye szintjén. Ön erőből kell forrásokat szerezni, vagy létrehozni, ha azt akarjuk, hogy ez a térség fejlődjön. Milyen célokat támogat ez a mostani pályázat? Mi az, amiben erősödni tud például Török Bálint? Számos célt támogat, ebből a legfontosabb a gazdaságfejlesztési cél, tehát legyen Török Bálintnak egy gazdaságfejlesztési stratégiája a környező kistérségi településekkel együtt. Erre épüljön egy integrált településfejlesztési stratégia, ez az egyik fő elem. A másik, hogy ennek meg tudjunk felelni, humán erőforrás fejlesztésre van szükség, ami nem csak az önkormányzat képességeit fejleszti, olyan értelemben, hogy a gazdaságfejlesztési célokat el tudja érni, hanem a gazdasági szereplők képességeit is, jelesül a kis- és középvállalkozó képességeit fejleszti. Török Bálint abból a szempontból szerencsés helyzet van, hogy ezek az alapok tulajdonképpen megvannak mindegyik területen. Igen, így van. Ezért is mertünk belevágni egy ilyen projektben, ilyen széles együttműködéssel, hiszen ez egy nemzetközi együttműködésben valósul meg, mert Török Bálintnak van településfejlesztési, vagy település marketing terve, van településfejlesztési stratégiája, annak most a megújítása történik, és van befektetés ösztönzési stratégiai terve, ami az előzőnek a megvalósításához szükséges. Milyen lépések következnek? Van egy munkatervünk, ebben a munkatervben vannak azok a tevékenységek összefoglalva, amelyek a projekt célkitűzéseinek az eléréséhez szükségesek, ezek megvalósítása. Ennek mentén haladunk, és úgy gondoljuk, hogy a végső határidőig, április 30-ig ezek teljesülni is fognak. Akkor kerülünk olyan helyzetbe, egyik oldalról, hogy lesz egy gazdaságfejlesztési modellünk, ami közép és hosszú távon meghatározza a további lépéseket, és rendelkezni fogunk azokkal az eszközökkel, tehát a humán erőforrásfejlesztés terén szükséges eszközökkel, tananyagokkal, technikai eszközökkel, amelyekkel élni fogunk a továbbiakban. Ki lehet azt jelenteni, hogyha a pályázatban foglaltak megvalósulnak, akkor lépünk egyet nyugatra, olyan értelemben, hogy az a know-how, ami miatt jól működnek, jól prosperálnak a vállalkozások, akár mondjuk Norvégiában, hogy Magyarországon belül itt Török Bálinton, ez tetten érhető lesz, elérhető lesz? Hát erre két választ tudnék adni. Az egyik, igen, feltehetőleg egy jelentős lépést teszünk abba az irányba, hogy felzárkózzunk az unió fejlettebb országaihoz. Másrészt pedig biztosítani fogjuk tudni a jövőre vonatkozóan azokat a külső forrásokat, amelyek a saját fejlesztési elképzeléseink megvalósításához szükségesek, és ez a településen jobb életminőséget fog biztosítani. A Török Bálint számára nagyon fontos, hogy a Telenor itt működik, az egyik legfontosabb partnerről van szó a Telenor esetében. Hogy látják, mi Török Bálint
erőssége, miért vonzó az a település, mire érdemes építeni a jövőben, hogyha gazdaságfejlesztésről van szó? Az első és legfontosabb szerintem, hogy Törökbálint igazi logisztikai központ, hiszen az elhelyezkedése az szinte egyedülálló Budapest vonzás közvetében. Nagyon jó infrastruktúrával rendelkezik, hát ebben azért igyekszünk mi is kivenni a részünket. Igazából itt a digitális gazdasággal kapcsolatos hullámot kell Törökbálintnak meglovagolnia, és ebben számítunk az önkormányzatra. Gyakorlatilag a Telenorral való együttműködés az ugye több szempontból. Nyilván mi vagyunk a legnagyobb adófizetők, és ezt továbbra is így fog maradni, ahogy látom a közeljövőben, ugyanakkor új befektetőket is kell keresni. A Törökbálinti önkormányzattal ebben is együttműködünk egyébként, hiszen a tavaly előtt hívtuk Ázsia negyedik legnagyobb szoftverfejlesztő cégét ide, és most már ők is Törökbálinton székelnek, őket Ázsia Infónak hívják. Hiszünk abban egyébként, hogy a Telenorral való közös együttműködés, az Ázsia Info és a Telenor partnersége újabb befektetéseket szülhet, amely ugye mind adó szempontból, mind pedig a foglalkoztatás szempontjából fontos lehet Törökbálintnak. Ami a további digitalizációt illeti, Törökbálinttal jelen vagyunk iskolában is, hiszen meghatározó a Hipersuli projekt, ami egyébként a kormányzat által támogatott, ha nem is anyagilag, de legalábbis elviekben támogatott projekt, amit szeretnénk majd tovább terjeszteni, akár Törökbálinton belül. Hiszen ahhoz, hogy ebben az új világban, ahogy itt az korábbi előadásokban hallhattuk, versenyképes maradjon az ország, gyakorlatilag a digitális forradalomban részt kell venni, és nem el kell szenvednie. Ez pedig ugye az alapoktól kell kezdeni, ez pedig ugye az oktatás. Hogyan lehet még több tudás alapú céget ide vonzani Törökbálintra, mint amilyen a Telenor és az Ázsia Info, ahol nagyon magas képzettséggel tudnak oda kollégák bekerülni, tehát jól képzett munkaerőre van szükség. Mi az, ami számukra vonzó lehet Törökbálintra, hol érdemes fejleszteni? Először is egy kicsit több marketing ráférne a városra egyébként, mert hogy ha bármi, erősen marketingeljük a település, de hogy még azért itt látunk fejlődési lehetőséget. Ami nagyon jó, a múlt héten került bemutatásra az ültér informatikai rendszer, amely egyébként segíteni fogja a befektetőket, hiszen minden közművet egyszerre láthatnak. Szerintem ez egy fantasztikus dolog, én egyébként ajánlani fogom a környező városoknak is, hogy ezt vegyék át. Amire még szükség lenne, és ezt csinálja egyébként az önkormányzat, egy kicsit itt a városmagot is rendezni lehetne, hiszen az még vonzóbbá tehetni a települést, sőt egyébként hazabeszélek, vonzóbbá tehetni a kínai befektetőknek is, hogy egyébként itt telepítsék le a kollégáikat. Én nem szeretem ezt a fogalmat, hogy smart city, de hogyha digitalizáljuk a hozzáférést, hasonlóan a térinformatikához, az mind a polgároknak, mind pedig a befektetőknek abszolút jó hatást gyakorol, hiszen egy befektető azt nézi, hogy milyen digitális infrastruktúra áll rendelkezésre itt. Telenor életét mennyire határozza meg azt, hogy Törökbálinton van? Tehát, hogy nem tudom, mennyire számít a cég működése szempontjából. Nagyon, nem véletlenül költöztünk ide. A környezet az meghatározott, tehát ennél szebb környezetben szerintem irodaház Magyarországon távközlési cégnek nincsen. Megkockáztatom egyébként semmilyen más szektorban működő cégnek. És ezt mi kiakrázzuk, mert nagyon komoly ökoépületet építettünk, nagyon szeretünk itt dolgozni. Most már egyébként ebédelni is ki tudunk járni, hiszen egyre több étterem van, tehát ez nagyon fontos a kollégáknak, hogy ne a rossz kantinban ebédeljenek. Tehát abszolút meghatározó, tehát mi itt képzeljük el a jövőt is, hiszen most már lassan 7 éve vagyunk itt, ugye 23 éve van jelen a Telenor Magyarországon, a következő 20 évet is itt képzeljük el. Több mint fél éve dolgozik az önkormányzat ezen a projekten, a gazdaságfejlesztés az minél hatékonyabban valósulhasson meg. Mik azok a hasznos tapasztalatok, amik mentén érdemes tovább építkezni? Ez a norvég alap, amit elnyert Törökbálint a partner településekkel együtt, és a részvevő partnerekkel, ez a helyi és kistérségi gazdaságfejlesztésről szól. Szoftelemekkel tarkított ez a pályázat, itt azt értem, hogy rengeteg szoftveres fejlesztés tartalmaz e-learning anyag kifejlesztését, távmunkát, esélyegyenlőségi kézikönyv kifejlesztését. Azért mondtam, hogy szoftelem, mert van benne hardelem is, egy épületfelújítás, ami egy olyan pont lesz, egy információs pont, ahol majd a gazdaság szereplői a jövőben információhoz juthatnak. És azért fontos ennek a projektnek a jó megvalósítása, mert soft elemként majd hasznosítható ez a számunkra jövőben, és nem csak számunkra, azt gondolom a környező települések számára is. Nagyon oda kell figyelni Törökbálintnak is, és a környező településeknek is
arra, hogy milyen irányt vesznek őben. Gondolok itt ebben a bővebb kifejtésben arra, hogy hogyan fejlesztik meg mondjuk, és milyen irányba fejlesztik a fejlesztési területeiket, gazdasági területeiket, iparterületeiket, hogyan tudnak együttműködni a környező önkormányzatokkal, a különböző adathalmazokból, mi az, amit tudnak hasznosítani, és hogy az a kiszedett információkból milyen fejlesztési irányokat határoznak meg. Változtatni kell egyrészt az eddigi megközelítésen, és akkor lesz sikeres egy település, hogyha a környező települések is sikeresek mellett, és egymást erősítve tudnak tovább fejlődni. Ha most tulajdonképpen leegyszerűsítjük a norvég pályázati alapnak a lényegét, akkor tulajdonképpen itt olyan módszertani elemeket tanul el ez a kis térség, ami a későbbiekben is hasznos lett? Több célcsoportja van egyrészt a különböző modelleknek és anyagoknak. Az egyik célcsoportja egyértelműen azért az önkormányzat és az önkormányzati dolgozók. A másik célcsoportja az a kis vállalkozások, startup vállalkozások, a vállalkozói szféra, és ők tanulhatnak olyan módszereket ezekből az anyagokból, amik segítik őket majd a jövőben. Gondolok itt mondjuk a modern marketingre, vagy online marketingre, vagy különböző módszerekre, amik alkalmazásával a vállalkozásuk sikeresebb lehet. Mi az, amiben Török Bálint még tud fejlődni, hiszen Török Bálint egy nagyon versenyképes település. Nagyon jó kapcsolatunk van a Telenorral, de nem csak a Telenorral, hanem a gazdaságunk, a helyi gazdaságunk nagyobb szereplőivel is, és nagyon fontos meghallani az ő szavukat. Elhangzott egy-két statisztika, ami sokat mondó. Egyrészt elmondható az, hogy az elmúlt évek kormányzati fejlesztésének köszönhetően a digitális infrastruktúra az nagyon komoly mértékben lett fejlesztve. Ugyanakkor elmondható az is, hogy hiába van infrastruktúra, hogyha azt a társadalom egy nagy hányada nem tudja jól használni, vagy megfelelően használni. És ugye ezek az adatok az ő birtokukban vannak, és ezeket az adatokat, hogyha az önkormányzat jól használja föl, akkor mi tudjuk segíteni az embereket abban, hogy mi az, amiben fejlődni kell, vagy éppen segíteni ezt a fejlődést. Amivel mondjuk a török bálintiak találkozhatnak, az a köztársaság téri épületnek az olyan szintű fejlesztése, felújítása, informatikai fejlesztése, ami, mint elmondtam, egy olyan pont lesz, egy olyan információs pont, ami hasznára válhat a helyi és a kistérségi vállalkozásoknak is. Fontos megemlíteni még, hogy a környéken levő települések is részt vesznek ugye ebben a projektben, ebben a programban. Őnekik, hogyha meg akarjuk fogalmazni azt, hogy mi a bevétel, vagy mi az a haszon, ami ezt a projekt nyújt nekik, az egy térinformatikai rendszer. Törökbánton azért már régóta használunk térinformatikai rendszert, és ez a térinformatikai rendszer a mindennapi döntéshozatalban alapvető eszköz. És azt lehet tapasztalni, hogy a környékben is használnak térinformatikai rendszereket, de ez nem annyira fejlett, mint mondjuk a török bálinti. És ez a projekt, ennek a projektnek az egyik része a térinformatikai rendszer továbbfejlesztése, nem csak Törökbánton, de azokon a településeken is, akik részt vesznek a projektben. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a hasznára fog válni. A programon kívül fontos megemlíteni azt is, hogy Törökbánt városvezetés, a Törökbánt város önkormányzata próbál tenni azért, és próbál újításokat megalkotni azért, hogy az emberek, az itt lévőknek az élete könnyebb legyen. Gondolok például az e-ügyintézésre és ennek a fejlesztésére, a honlapjainknak a központosítására, különböző applikációk kifejlesztésére, amik a jövőben megjelenésre fognak kerülni. Ha tovább szeretnék egyszerűsíteni a norvég alapnak a lényegét, akkor ez tulajdonképpen mit jelent Török Bálint életében? Ez egy nagyon erős alapot jelent. Említettem, hogy ez egy soft alap, de azon kívül, hogy különböző modelleket, különböző stratégiákat, koncepciókat itt kialakításra kerülnek, megalkotunk, én azt gondolom, hogy a legfontosabb ennek a való életben a fizikálisan is a megvalósítása, mert nem elég erről beszélni és ezt leírni, hanem azokat az okos gondolatokat és az előremutató gondolatokat, amiket ezek az anyagok összefoglalnak, azokat meg kell valósítani.